Sziasztok! Van egy kis tárdalgom, akarok hozni egy kis gameplayt, mindjárt mutatom. Csak előtte még egy pár mondat, ugyanis tegnap este történt az érdekesség, van ilyen kis nagyon cuki kis hajgumim, hogy egyébként érdekesnél egy pukkal nagyobb dolog, ugyanis ha már Magical Unicorns, és én itt néha-néha beszéltem a spiritáltásról, persze hobbi szinten, na már most lehet, hogy itt lesz egy kis szünet ebbe. Ugyanis annó volt nekem egy Peppa figurám, ilyen kis malacka, és hát most nincs is itt, kint a nappaliban. Tegnap este meséltem egy két szót már, akinek most lehet engem furának nézni, volt, aki nem hitte el, persze. Elsőnek én sem, mert utoljára nagyon x-ezer évet történt ez velem, amikor is TikTokoztam, és elmozdult egy TikTok filter. Nos, ez van, amik, vannak ilyen videók fenn a neten, valakinek horrorisztikus, nekem van, aki nem törődik vele, és hát igazából most itt van egy még inkább sztori, ha már itt hoztam mindig az angyalos és másik beszédeket, szóval mindjárt erről pontosabban, ugyanis hát nagy vonalakban tegnap olyan dolog történt, egy kamerába látszólag, amit egyébként nem inném, hogy valaha megtörténtett volna, ha csak nem az van már, hogy így sima iPhone, iPad kamerában is vannak filterek, de ezt nem hinném, ugyanis tegnap konkrétan azon a Peppa malacon úgy jelent meg egy ilyen, én csak a TikTok devil filterhez tudom hasonlítani, és most itt egy titkot, nagy titkot elárulok, de és azért meg a Peppa figurán, de lehet, hogy csak félrenéztem volna, nem tudok erről bizonyítékot, és egyébként nem is szeretnék hozni ilyeneket, meg ilyenek, ugyanis én nem ilyen látszólagos, én nagyon komolyan, csak ilyen, hát ami biblia, meg könyvek, azt szerint foglalkoztam a spiritualitás, a dark dolgokkal soha nem, ahogy mondtam is. Persze nem mondom, hogy annyira már elfogadtam, hogy létezik jó energia, meg rossz energia, létezik talán ez a sötét fény, meg a másik fény, amiről néha próbáltam mesélni nektek, de most eldöntöm, hogy melyik a jó és melyik a rossz. Lehet, hogy nincs is én jó meg rossz, csak mindegyik más milyen. Nos, csak ennyit akartam igazából nagyban abban mondani, hogy furcsa dolgok történnek az iPad kamerával. Most ha ti észrevettétek videókból, lehet, hogy észrevehető, lehet, hogy egyáltalán nem, lehet, hogy csak én vettem észre. Csak gondoltam, ez érdekes, és így megosztom. Lehet, hogy igaz volt, amit démonos beszédben mondtam még annak, hogy a démonok királya választanak, vagy ugyanolyan emberek, mint mi, csak egy másik időségben, és nekik is vannak terveik belünk. Na, ennyit. Most sikerült már jó sok mindent összegyűjteni, ilyen érdekes történelmi maszkokat, szobrokat, stb. És most jelenleg így néz ki akarom. És képzeljétek, már én magam is tudok utazni a világok között. Képzeljétek el. Hát tudjátok, voltak ezek az elromlások, például, hogy a régi kamera. Jó, persze érthető, ez nagyon régiek, csak fura volt, hogy hirtelen így minden, akár a tablet is, amikor így nyaralásba hazajöttem, ilyen... Ebben én prankelésre gondolok, hogy bárki prankel engem, bár másodszorra meg nem, mivel hogy prankelne, hiszen nézőim azok YouTube-on néznek, meg nyilván nem prankelnének ilyennel, szóval hát igazából nem akar paranoiásan, csak gondoltam, hogy ha már Magical Unicorns az egy érdekes történet, vagy ha bármit észrevettek, vagy a jövőbe észrevesztek, azért reméljük, hogy nem, akkor ez volt a sztorinak a története. Nos, ennyit a nagy vonalakba erről.